Nagy az öröm, vettél egy új monitort, gyönyörű, nagy, 144 Hz-es, akár 4K felbontásra is képes. Mellé tettél egy combos videókártyát is, minden adott tehát a tökéletes képminőséghez. De akkor jön a kérdés, ami sokaknál csak utólag merül fel. Milyen kábellel kössem össze a gépet a monitorral? HDMI-vel vagy DisplayPorttal? És vajon számít ez egyáltalán? Sokan mondják, hogy DisplayPorton szebb a kép. Mintha élesebb lenne, mintha simább lenne a mozgás, vagy csak valahogy egyszerűen jobban néz ki. De miért gondolják ezt, és vajon igaz is? Mielőtt belemennénk a részletekbe, tekerjünk egy kicsit vissza az időben. A HDMI, vagyis a High Definition Multimedia Interface 2002-ben jelent meg, főként otthoni szórakoztató elektronikai célokra. A szabvány mögött egy konzorcium állt, amiben többek között olyan nagy nevek szerepeltek, mint a Sony, a Panasonic, a Philips vagy az RCA. A lényeg az volt, hogy kiváltsák az analóg csatlakozókat, például a VGA-t vagy az S-videót, és mindezt egyetlen digitális kábellel tegyék meg, amelyik nem csak képet, hanem hangot is tud továbbítani, ráadásul másolásvédelmi lehetőségekkel együtt. A DisplayPort ezzel szemben 2006-ban érkezett, a VESA, vagyis a Video Electronic Standards Association által kifejlesztve, itt a cél inkább a számítástechnikai piac volt, monitorok, videókártyák, professzionális eszközök. Már a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy nagyobb sávszélességet biztosítson, és jobban skálázható legyen a jövőre nézve. Tehát más célcsoport, más kiindulási pont. De mi a helyzet a jelenben? A HDMI azóta már 2.1-es verziónál tart, ami akár 48 gigabit per szekundum adatátvitelre is képes, ami elég egy 8K 60 Hz-es jelhez, vagy 4K 120 Hz-hez is. És ami különlegesség, egyes HDMI kábelek képesek Ethernet kapcsolatot is biztosítani a két eszköz között. Ez a funkció ugyan nem terjedt el széles körben, de létezik, például intelligens tévéknél, média lejátszóknál lehet értelme. A DisplayPort most a 2.1-es verziónál jár, ami 80 gigabit per szekundum sávszélességet kínál, és támogatja a 16K felbontást is, persze nagyon speciális körülmények között, de még a korábbi 1.4-es verzió is elég a 4K 144 Hz-et tömörítetlenül, vagy 8K 60 Hz-e DSC tömörítéssel. Na de akkor most jön a kérdés, melyik a jobb? Technikai oldalról a DisplayPort általában nagyobb sávszélességet kínál, rugalmasabb a frekvenciák kezelése, és jobban támogatja a G-Sync és FreeSync adaptív képfrissítést is, főként a magasabb képfrissítési ráták mellett. Ezért van az, hogy sok gamer monitor kizárólag DisplayPorton tudja a 144 vagy 165 Hz-et, míg HDMI-n csak 60-at vagy alacsonyabb minőségű tömörítéssel. És itt születik meg a szubjektív érzés. Ha DisplayPorton folyékonyabb a mozgás, kevesebb a tearing, kisebb a latency, akkor az egész szebbnek tűnhet, még ha a nyers pixel szám vagy színmélység ugyanaz is. De fontos megérteni, a két szabvány önmagában nem tesz különbséget a kép minőségében. Legalábbis, ha ugyanazt a jelet, ugyanazt a felbontást, frissítési rátát és színmélységet küldöd át. A különbség akkor jelentkezik, ha az egyik szabvány limitálja, hogy mit tudsz megjeleníteni. Például a HDMI 1.4 nem tudja ugyanazt a 144 Hz-es 1440p-s képet, amit a DisplayPort 1.2 már simán. Szóval, amikor valaki azt mondja, hogy DisplayPorton szebb a kép, az általában nem a szabvány varázsától van, hanem attól, hogy a DisplayPorton többet lehet kihozni a rendszerből. Nagyobb sávszélesség, magasabb frissítés, adaptív szinkron, ezek mind együtt adják azt a pluszt, amit HDMI lehet, hogy nem érsz el. De van olyan eset, amikor a HDMI az észszerűbb választás. Például, ha tévére kötöd a gépedet, vagy ha házi mozit építesz. A HDMI ebben otthon van. Minden erősítő, minden médiaeszköz, minden TV HDMI-t használ. Ráadásul a HDMI képes ARC-ra, Audio Return Channel, eARC-ra és mint említettem Ethernet-re is, ezek a funkciók a DisplayPortból hiányoznak. Ami a kábeleket illeti, fontos tudni, hogy nem minden HDMI kábel képes arra, amit szeretnél. Egy régi HDMI 1.4 kábel például nem fogja bírni a 4K 120 Hz-et. DisplayPort esetén kevesebb ilyen zavaró tényező van, mert a legtöbb DP kábel elég univerzális, legalábbis egy bizonyos szintig. És még egy apróság, de nem elhanyagolható tény. Ha laptopot kötsz monitorra, gyakran csak HDMI van rajta, de USB-C-n keresztül lehetséges DisplayPort jelk továbbítása is, ez főként MacBookoknál, Ultrabookoknál lehet hasznos info. Szóval, ha játékra, munkára, grafikai munkára keresel tökéletes képet, és a monitorod, videókártyád is partner ebben, valóban érdemes lehet a DisplayPort mellett dönteni. Nem azért, mert varázslatosabb képet ad,
hanem mert több lehetőséget nyit meg, amitől a kép végül tényleg szebb lehet. Ha viszont multimédiára, filmezésre, házi mozira használod, a HDMI kényelme kompatibilitása verhetetlen. Szóval, ha visszatérünk a videó elején feltett kérdéshez, tényleg szebb a kép DisplayPorton? A válasz önmagában nem, de amit ki lehet hozni belőle, az sokszor több. És ezt érzi a szemünk is. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és kommentben írd meg, te melyiket használod és miért. Van-e olyan szituáció, amikor egyik vagy másik nem vált be, esetleg volt már problémád valamelyik szabványa, például, hogy nem működött a 144 Hz, vagy nem volt hang? Kíváncsi vagyok a tapasztalataidra, mert mások is tanulhatnak belőlük. Találkozunk a következő TechCsevej videóban.